Olli Iván vagyok, fotózom, de csak másodrangú vállalkozó vagyok, és a szabad időmben hobbiba fotózom. Autosport, motorsport az, ami engemet érdekel, azon belül próbáltam minél magasra vagy minél messzebbre eljutni. Nem. Tehát lényegében ez gyerekkorban jött, mert mindig kezemben nyomták otthon a fényképezőgépet, fotózzál, mert lássuk, hogy megy neked, és ilyen kis kompakta ember rohangál, bohockodik, próbálkozik, aztán meglett első DLS-erem, a tükörreflexem, és próbáltam mindent. Próbáltam embereket, próbáltam természetet, aktfotókat, és valahogy egyik se volt az, hogy no, ez az, ami engemet megnyugtat, hogy ez az, amit szeretnék csinálni. Mivel itt van közelben a Szlovákia ring, kijártam, és egyből megragadt, hogy fú, nekem kell a benzinkőz, kell a zaj, kell a dübörgés, és innen jött a autosport, motorsport. Jó kérdés, köszönöm. Hogyan szeretek fotózni? Nem tudom, ez valahogy úgy, de tényleg jön. Próbáltam tanulni, utánolvasni a technikáját, mindent, de nekem ez tényleg jön, körülnézek, hogy mi hol van, mi a háttér, hogyan zajlik, mi zajlik, és akkor keresem a helyemet, és akkor próbálok valamit ott kihozni. Megragadni azt a pillanatot, hogy benne legyen a képbe az a hangulat. Ránézzi a képre, és lásd, hogy mi van mögötte, mi zajlott körülötte. Szerintem nem akkora, mint mindegyesek gondolnak. Igen, van az a szint, ahol már azért jobb gépek kellenek, de elsődrangos még mindig a fotóson múlik. Mert egy jó fotós szarabb felszerelése jó képet tud csinálni, még fordítva nem biztos, hogy igaz. Én Canon párti vagyok, bár most kaptam tesztelésre Olympust, úgyhogy kellett véleményt alkotnom róla, próbáltak mindenképpen rámelegíteni. Még sajnos nincs azon a szinten, mint a kettő legerősebb, a Nikon és a Canon, és hát én elejétől kezdve Canonos vagyok. Próbáltam a Nikont, nem tudtam átállni, úgyhogy maradtam Canonnál. Canonon belül 5D, 1D és a LS lencsék hozzá. Mindenképpen gyors gépekről van szó, gyors fókusztól, ugyanúgy a lencsék, gyors komoly lencsékről van szó, úgyhogy biztosan élesek lesznek a képeid, ha épp azt szeretnéd, vagy kihozni a maximumot, de másodlagos az, hogy vízálló, porálló, strapabíró, mert tényleg megkapják tőlünk a szeretetet. Szlovákia ringen kezdtem, először ilyen, ahova bejutottam, azok ilyen kisebb versenyek, itt szlovák rendezési versenyek voltak, és fotózgattam, aztán küldözgettem a képeket mindenkinek, akinek tudtam, boldog-boldogtalannak, hogy hát, ha valaki egyszer észreveszi, hogy van bennem valami, esetleg valami bontoszkál bennem, és így jutottam a egyik magyar újsághoz, vagy újságíróhoz, látta a képeimet, megtetszettek neki, és mi vagy helyileg én közel vagyok a ringhez, nekik ne kelljen magyarból átjárni, akkor arra gondoltak, hogy na, akkor próbáljuk meg, alkalmazunk tégedet egy futamra, ezeket és ezeket a képeket várjuk el, ezt a szintet tőled, lőd meg nekünk, minél hamarabb küldd el, és utána jelentkezünk. Na, ez volt az első lépés. Meg nem mondom már, valami közép-európai cseszkupa volt autókkal, már nem tudom pontosan megmondani, hogy melyik volt az első, de minden esetre tetszett nekik, akkor kaptam következő felkérést, hogy nagyon jó, akkor egy VTCC-t fotózzak, vagy a GT-ket fotózzam. Persze mellette kellett úgymond a gyengébbet, mint a go-kartot, a gyengébb kategóriát fotózni, pedig az is izgalmas egyébként. És hát pár éven keresztül ez így ment, amíg oda nem jutottunk, hogy nagyon jó, kapsz egy lehetőséget Forma 1-re. És nekem első 2015-ben volt Monakóba, úgyhogy ott kezdtem. Monaco annyiból specifikus, hogy ott a csütörtök, ami máshol péntek, az a szabad edzések csütörtökön vannak, és egész CECO szerdán kezdődik, mert akkor van a média nap. Hát én szerdán átvettem a akkreditációmat, bejártam a helyszínt, pályabejárást csináltunk szintén csütörtökön, és hát nekem egy szombati után lett, amíg eljutottam oda, hogy én itt vagyok, és én tényleg, ez most megtörténik, Forma 1-es futamon vagyok, mint fotós. Nagyon más világ. Léptennyomon azokba emberekbe botlasz, akik a gyerekkorodban a sztárjaid voltak, beleért VM helyekénen és a többieket, nagy versenyzőket, avagy akiket a tévéből vagy magazinokból ismertél, színészek, énekesek, és ott vannak karnyításnyira, velük ebédelsz.
lépte nyomon beléig botlasz. Szakmailag nem tudod megszabni, hogy a tűéles kép, amin áll a autó úgymond a út közepén, a szakmai szemmel szerintem semmit se ért, viszont a szponzoroknak azoknak rohadt jó, mert mindenki lássa a saját logóját a kocsin, és tudja használni a képet. De van a másik fajta, amikor el van kenyve egész kép, és mit én tudom, éppen csak a kerékcsavar, ami éles a képen, és általában nagyobb dicséretet kap, viszont azon te nem látsz egyetlen egy logót, csak látod, hogy mit én tudom, ez piros autó, akkor feltételezem, hogy a Ferrari lesz az. Ezek a kenettebbek inkább. Azon, hogy próbál a ember valami jó hátteret kiválasztani hozzá, hogy legyen összhang, látszódjon az autó, látszódjon benne a mozgás, a dinamika, és ezek jobban érdekelnek, mert szerintem ezzel a felszereléssel a tűéles képet már nem annyira nehéz meglőni. Kezdjük ott, ahogy már említettem, hogy van a nulladik nap, amikor van egy pályabejárás, sajtó események, nyilatkoznak a pilóták, akkor mindegyiken úgymond részt kell venni, fotókat készíteni. Esetleg, hogyha szerveznek valami privát rendezvényt, mert ünnepelnek valamit, vagy bemutatnak valami őt, akkor ott is ott kell lenned. Úgyhogy ez vagy elég sok helyen kell egyszerre ott lenni, hogy mindent lefotózza nemet, és ezt csak csütörtökről beszélünk a nulladik napról. Pénteki nap reggel az első szabad edzés, délután a második szabad edzés, és az másfél-másfél óra. Én azt mondom, hogy a péntek szok talán a leghúzósabb lenni pont ezért, mert időtartalomban hosszú, és cserébe úgy nézünk ki, mint a karácsonyfák, mert föl vagyunk aggatva különböző lencsékkel, gépekkel, mert nincs az, hogy most én egyel kisétálok a pályára, és avval előbb egészet, hanem 2-3-4 lencse, 2-3 fényképező gép magában, mint test, és ilyenkor egy 20 kilót cipelsz magadon, általában tűzőnapon, rosszabbik esetben zuhogó esőbe, de neked ott kell lenned, és kell fotóznod. Pénteki nap szoktam egy ilyen 15-20 kilométert gyalogolni, szombati nap az egy fokkal könnyebb, mert picivel később kezdődik a harmadik szabad edzés, és csak egy órát tart. Utána van a kvali szintén egy órás délután, az nagyon hektikus, mert eleinte sok autó, próbáljál jó helyen lenni, jó időbe, ott mindenki nyomja a pedált, amennyire csak tudja, hogy minél jobb időt érjen el, de akkor se az a igazán rohanós. És én úgy élem meg, hogy nekem a vasárnap a felszabadulás, ha így fogalmazhatok, mert még később kezdődnek a programok délelőtt, nyugis, pilótaparádé, aláírásokat gyűjtenek, pózolnak, integetnek a vendégeknek. Ebből szempontból nyugisan telik el a délelőtt, van egy nagyon rövid idő ebédre, és aztán utána van akár 2 órás futam, de többnyire azért nem szokad itt tartani a lénynek. És ott előző napokon te már kitapasztalod, hogy melyik időben, hol milyen fények vannak, milyen a háttér, melyik oldalról fotózol, úgyhogy némileg van mindig ilyen terv, hogy oké, én kezdem például az első szabad edzésen ezt a részét a pályának, délután csinálom a második szabad edzésen a teljesen másik oldalát a pályának, és szombaton a harmadik kvalin megint egy harmadik részre még, amiből aztán ki tudom válaszolni, hogy hova mozogjak végül is a futamon. Elsősorban beléptető rendszerhez ilyen helyes kis logókat kapunk, ez még a régi dizájnú, Liberty Media előtti úgynevezett, mert a új az ennyibe változott, hogy kicsit frissítettek a formáján, tartalmazza a képünket, publikációt és hogy hova mehetünk. Ezek el vannak rátva ilyen kis mikrocsippel, ami beléptető rendszernél beenged minket, nyissa a kapukat, plusz kidobja a képünket, a biztonsági őr le tudja ellenőrizni, hogy tényleg mi vagyunk-e a tulaja, és beléphetünk, jogosultak vagyunk-e belépni. Cserébe fotósként ténylegesen mindenhol mehetünk. Olyan helyekre is, ahol a VIP jeggyel rendelkezők nem. Aztán a pályán, ami kötelező viselnünk, úgynevezett tabart, pont ki van fordítva, ami szintén csak egy azonosításra szól, hogy ha valami hülyeséget követsz el a pályán, mindegyiknek meg van a saját száma, a 163-as konkrétan, ők a videón lássák, és abban a pillanatban esetleg ki tudnak tiltani téged az összes többi futamról és arról adottról is, hogyha valami hülyeséget követsz el. Az a pályáról mozgásról van, és van egy úgynevezett külön a box utcáról, a pit lane-re. Picit más formájú, plusz rajta van, hogy pit lane-be mozoghatsz fotósként jelen esetben, és csak az ebben a mellénnyel
engednek be tégedet, mert meg van szabva, hogy per szabad edzés vagy per futam, ha jól emlékszem, 20-an mozoghatunk bent a pitlane-en. Úgyhogy elég így leszűrik. Eleve a fotósok, akik járják a világot, nagyjából vagyunk 50-en kálondók, és a helyi szok lenni egy 50-től 100-ig kisebb újságoktól. De tényleg kevesen vagyunk mi fotósok. Volt szerencsém 2016-ban Melbourne-be ott lenni a Alonso balesetébe, aki pont szerencsémre vagy pechemre nálam röpült ki. Törte össze magát, aztán a karbon darabkákot azért szuvenírnak elraktam. Hát ez nem tudom ki mennyire emlékszik, csúnya balesete volt, nem is célegyenes, mert ez a második, harmadik kanyar után volt, egyenesben, nagy sebességnél koccantak neki a falra pont nálom, úgyhogy persze ember élni szeretne, úgyhogy hasra vágódás egyből, és hát nem tudtam ezáltal lefotózni, csak amikor már a falba volt, viszont a srác a út túloldaláról elkapta őt a levegőbe fejjel lefelé, úgyhogy abból volt egyik leghíresebb kép a balesetről, nem keveset keresett vele, de egyébként én nem nagyon gyűjtöm a törmeléket úgymond, mert akkor minden futamról vihetnék haza, és nem volna hol tárolni. Ez volt az első nagyobb, amin már én is megijedtem. Konkrét összegét nem tudunk, amit keresett vele, de jó pár nullát tartalmazott, azt tudjuk. Hát a Forma 1-ből nagyon feljebb, mert nem nagyon tudok autósporton belül jutni. Minden esetre mint tervnek ott van, hogy a adott évad összes futamán részt venni, az aztán extrém kimerítő. Nem sokan csinálják, mert többnyire azért 2-3-4 futamot kihadnak, nem lehet bírni. Beleértve szerelőket is, mert azoknak aztán tényleg sok a melója. Egy ilyet szeretnék legalább egyszer végig tudni, vagy esetleg elhelyezkedni egy olyan ügynökségbe, aki tényleg konkrét csapattal dolgozik együtt, és akkor a csapatnak a úgymond fotósa volnák. Vannak ilyen tervek, tárgyalások. Én köszönöm.